Jól esik a hűsítő csapvíz a nyári napokon. Szakemberek szerint hőség idején egy embernek naponta legalább 3 litert kell belőle fogyasztania. Ezekben a hónapokban jellemzően minden évben megnő a lakossági vízfogyasztás, erre pedig a vízi közmű szolgáltatók is felkészülnek. Nincs azonban olyan drasztikus vízigény, mint a tavalyi, rendkívül asszályos évben, derült ki a Nyírségvíz ZRT év első felében vizsgált adataiból. Összehasonlítva a tavalyi évvel, mintegy 6%-kal csökkent a vízértékesítésünk. Ugye a tavalyi év az extrém volt ilyen tekintetben, mintegy 21,5 millió köbméter hálózatba kiadott vízünk volt tavaly éves vonatkozásban, és egy 17,5 millió köbméteres értékesítésünk. Ez az évben el fog maradni, ugye csapadékos időjárásunk volt, és ez a fogyasztásra is rányomra a bélyegét. Tavalyi évben volt olyan napunk egy júniusi napon, ahol 75 ezer köbméter per nap vizet adtunk ki ágazati szinten. Ebben az évben ez 60-61 ezer köbméter volt maximum. Tormási Géza hozzátette, ellentétben az ország néhány más területével, Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly sem akadozott a vízellátás. Idén is így van ez, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig a viharok okozta hosszabb áramkimaradások során is hozzáfér a lakosság az ivóvízhez. Olyan infrastruktúránk van aggregátor szinten, hogy fix telepítés, illetve mobil aggregátorokkal folyamatos vízszolgáltatást minden egyes vízművünknél biztosítani tudjuk. Tehát, hogyha az áramszolgáltató oldaláról folyamatosan szolgáltatás kiesés van, ezt vízes oldalon nem fogják tapasztalni, tisztelt felhasználóink. A 91 települést lefedő vízi közmű szolgáltató társasága vármegye két területén végez ivóvízminőséget javító beruházást. Tiszadobon és Tiszadadán már a próba üzeme zajlik az elkészült fejlesztésnek, Tiszanagyfalu Tímár Rakamasz térségében pedig jelenleg a hálózat korszerűsítését végzik a szakemberek.